Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Tomis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Messze még a vége, de már látszanak jelek az infláció mérséklődésére. Komoly a zavar a hazai gabonapiacon, szinte eladhatatlan a hazai termény. Közeleg a húsvét, sokan már most elkezdtek az ünnepre készülni. Baleseteztek, később meghalt, nem lehetett bebizonyítani, hogy a tragédia az ütközés miatt történt. Már látszanak a jelei az infláció mérséklődésének, mondja Fischer Sándor, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. A szakmai szervezet álláspontja továbbra is az, ki kell vezetni az élelmiszerástoppot, hogy helyreálljon a magyar gazdaság. Nincsenek könnyű helyzetben a hazai cégek. Az elmúlt egy évben számos mikrovállalkozás zárt be Tolna vármegyében és az egész ország területén egyaránt. Ennek oka elsősorban a megnövekedett közterhek, vagyis a magas energiaárak és a bérek emelkedése volt, mondja Fischer Sándor, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Hozzátette, abban reménykednek, hogy hamarosan elkezd mérséklődni az infláció. Látszanak jelek, itt elsősorban, ami az infláció ellen hat, a kereslet csökkenése. Ez persze meg azt is jelenti, hogy néhány vállalkozó még nehezebb helyzetbe kerül, ugye a kereslet csökken, de hát ez a kereslet kínálat törvényéből következik. A lakosság egy része ma már nem tudja megfizetni az árakat. Ugyanis bár a fizetések emelkedtek, ez nem arányos a termékek, szolgáltatások díjának növekedésével, aminek következtében úgynevezett önszabályozó piac alakult ki. Azaz, ha nem tudják az emberek megvenni a több ezer forintos sajtot, akkor nem veszik meg. Ennek az a következménye, hogy az árak mérséklődnek. Emellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara állása az, hogy el kell kezdeni kivezetni az élelmiszerárstoppot, mivel az intézkedés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ma már nem tudja követni a piaci helyzetet. Én úgy gondolom, hogy az árstopp, ha nem is most, de hosszabb távon meg fog szűnni, arra senki se számoljon, hogy rövid távú árstopp megszűnés lesz. Mert azok a termékek, hogy nálunk ez a 7 termék, amire vonatkozik, az alapvető szükséglet. Az elnök úgy fogalmazott, hogy amíg az infláció nem csökken, addig az árstoppot nem lehet kivezetni. Így 2023 második felében az előbbinek mérséklődnie kell. Erre már több javaslatot is tett az iparkamara. Többeket megrémisztett Szekszárdon kedden este, hogy a megyei jogú város határában úgynevezett fáklyázást végzett a Földgázszállító ZRT. A jelenségről sokan beszámoltak a Facebookon is. Az éghető gázok irányított elégetése ugyanis erős fény és hanghatással jár. A szolgáltató ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a folyamat semmilyen veszéllyel nem volt a helyiekre és a környéken élőkre. A fáklyázás során egyébként a gyártás során keletkező szennyezett anyagokat égeti ki a rendszerből. Elárasztotta a magyar piacot az Ukrajnából beszállított gabona, így szinte eladhatatlanná váltak a hazai termények. Tavaly az elmúlt 4 év átlagához képest búzából 1600-szor, kukoricából 100-szor napra forgóból pedig 40-szer több érkezett az országba. Mindez teljesen leköti a gazdák raktárait. A termelők sem itthon, sem exportra nem tudják eladni a terményeiket. Ez a 22-es év, ez a döbbenet. A Magyarországra érkezett termény mennyiségét mutatja vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke. Amíg 2021-ben 65, addig 2022-ben 188.759 tonna búzát importáltunk hazánkba Ukrajnából. Ez viszont nagyon nem jó hír a magyar gazdáknak. Az Európai Unió a háború miatt 2022 nyarán eltörölte az Ukrajnából érkező termékek vonatkozásában a vámot. Ez a helyzet olyan problémát okozott az Ukrajnával határos kelet-európai országoknak a piacain, hogy az olcsó dömping ukrán termék elárasztotta ezeket az országokat, és szinte eladhatatlanná tette azokban az országokban, Magyarországon is megtermelt termékeket.
Bár a háború előtt az ukrán célpiac inkább Ázsia és Afrika voltak, a kikötők lezárása miatt most a szárazföldön halad a korábban tengeri export. Emellett a szomszédos országból bejövő termények rendkívül alacsony áron érkeznek. Ez amiatt is aggasztó, mert a behozott és a tavalyi évben megtermelt, de el nem adott gabona szinte teljesen leköti a hazai raktárakat jelenleg. Így ha a helyzet nem változik, félő, hogy a 2023-as termést nem tudják betárolni a gazdák. Ahogy haladunk az aratás felé, azt gondolom, hogy egyre feszültebb lesz a helyzet, mert elég sok ukrán tétel van termelői raktárakban, főleg Kelet-Magyarországon, akik az ilyen a szájos 2022-es év után, amikor bevételük szinte nem volt, örültek, hogy valamilyen kis eredményt tudnak, vagy bevételt tudnak realizálni a raktárak bérbeadása kapcsán. A szakemberek abban bíznak, hogy 2023-ban sajnálatos módon, de a háború miatt csökken a vetésterület Ukrajnában, aminek következtében idén kevesebb import várható a szomszédos országból. Március 22-én szerdán van a víz világnapja. A jeles dátum életre hívóinak célja az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára és a készletek veszélyeztetettségére. A világnapot 1992-ben a Rio de Janeiro-ban tartott Nemzetközi Környezet és Fejlődés konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése, és először egy évvel később 1993-ban tartották meg. Az idei világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy a vizeinket és környezetünket fenyegető válság megoldása a jó irányba tett lépések felgyorsításában rejlik. Mindannyian függünk a víztől, ezért mindenkinek van tennivalója ebben a kritikus időszakban. Magyarországon egy ember átlagosan napi 110 liter vizet használ el, ami akár a felére is csökkenthető egy kis odafigyeléssel. Magyarországon a vízgazdálkodást a jövő kiemelt stratégiai fontosságú kérdéseként kell kezelni, fogalmazott a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára szerdán a Vízvilágnapja alkalmából tartott ünnepségen. Réti Pál hangsúlyozta, az éghajlatváltozás súlyosbodásával a vízkészlet egyre nagyobb jelentőségűvé válik, és ma már nem csak minőségének, hanem mennyiségének védelme is fontos. A készlettel körültekintően és takarékosan kell bánni, mert az éghajlatváltozás következtében Magyarországon is csökkenő mennyiségű és egyenletlenebb elosztású csapadékkal kell számolni a jövőben, mutatott rá. Kiemelte, a víz mint stratégiai jelentőségű erőforrás szerepe társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból is jelentősen felértékelődött. A vízkészletek védelme és hasznosítása a fenntartható fejlődés egyik kulcsfontosságú tényezőjévé vált. Félpályás útlezárásra kell készülni a szekszárdi Táncsics-Mihály utcában péntektől szombat reggelig. A szakemberek a 43-as házszám előtt fektetnek le földkábeleket, ezért rendeltek el ideiglenes forgalmi rendváltozást. A polgármesteri hivatal munkatársai az arra közlekedőktől türelmet és megértést kérnek. Idén viszonylag korán, április elején ünnepeljük a húsvétot. Már addig még nagyjából 2,5 hét van hátra, sokan már most elkezdtek készülni a jeles alkalomra. Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Hagyományosan ehhez az időszakhoz kötik a megfeszített Jézus feltámadását. A dátuma minden esztendőben más napokra esik. Idén április 7-én nagypéntekkel kezdődik, majd április 10-én ér véget. Addig tehát már csak valamivel több, mint 2 hét van hátra. Sokan már el is kezdtek készülődni a jeles alkalomra, és természetesen vannak, akik az ünnepi asztalra való beszerzésével is foglalatoskodnak. A húsvétot azt mindig nagyon szeressük. Húsvét meg a karácsony, azt tényleg azt mondom, hogy egy szent ünnep nálunk, mert szent ünnep, ugye. Sütünk kenyeret általában, tényleg nagyon jó kajákat csinálunk. A húsvét időszakát 40 napos bőjt előzi meg. A keresztény hagyományt ma már egyre kevesebben tartják be, ám vannak, akik még mindig figyelnek rá. Igen, előfordul, hogy tartjuk, de mindig sikerül betartani, de egyébként tartjuk. Húsvétkor jellemzően összejönnek a családok. Ez az időszak alkalmas arra, hogy az egymástól távol élő rokonok ismét találkozzanak egy rövid időre, és jókat beszélgessenek. Általában családi összejövetel van, együtt főzünk valamit szabadtéren, ha ilyen jó idő lesz, és hát együtt vagyunk. És természetesen vannak olyanok is, akik inkább pihenéssel töltik az ünnepet. A húsvéti időszakban a szálláshelyek rendszerint teltházzal működnek. Mi például Tápió Szentmártonra szeretünk járni, ez egy energiagyógypark, de rengeteg program van.
szinte minden hétvégén is mellette, úgyhogy mi ezért szeretünk odajárni, már 17 éve odajárunk. Idén húsvétre esik egyébként az első hosszú hétvége is az esztendőben, akkor a legtöbben 4 napig maradhatnak majd otthon. Sok dolguk volt a tűzoltóknak tavaly Tamásiban és a város környékén 2022-ben, összesen 232 eseményhez riasztották őket. Az ottani lánglovagok egyébként 20 településen látnak el szolgálatot. Az előző esztendő ezzel a számmal a szervezet fennállása óta a második legforgalmasabb volt. Továbbra sem változik a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján. Azt írták, a 11. héten a szennyvízben mért országos, átlagos előfordulás stagnálást mutat. Hozzátették, a vizsgált városok többségének mintájában nincs változás, enyhe emelkedés csak Szegeden látható, míg csökkenés Békéscsabán, Pécsen, Szekszárdon, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen figyelhető meg. Közölték azt is, a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja 7 városban, Békéscsabán, Kecskeméten, Szekszárdon, Tatabányán, Veszprémben, Győrben és Zalaegerszegen a mérsékelt, míg 15 helyszínen az emelkedett tartományba esik. Közel 160 km/h sebességgel karambolozott 2 kocsi az M6-os autópályán. Az egyikben utazó férfi nem sokkal a baleset után életét vesztette. A szakértők szerint viszont a halál nem volt összefüggésben az ütközéssel. Az ügyben most született bírósági ítélet. A felismerhetetlenségig összetört a balesetet elszenvedő mindkét kocsi. A hatalmas erejű ütközés az M6-os autópályán történt még 2021 májusában. Az Audi sofőrje nagyjából 155 km/h sebességgel haladt. Nem vette észre az előtte szabályosan közlekedő másik járművet, amiben hátulról belecsapódott. A vétlen vezető utasa súlyosan megsérült, mások mellett több bordája is eltörött. Kórházba szállították, ahol néhány nappal később elhunyt. A Paksi járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki közlekedési baleset gondatlan okozásának vétségében, ezért 450 000 forint pénzbüntetésre és 1 év 4 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. A sofőr azért nem halálos baleset okozása miatt állt bíróság elé, mert a kirendelt szakértő szerint a tragédia nem az ütközés következtében történt. A sértett halála nem volt összefüggésben a közlekedési balesettel, legalábbis nem lehetett megállapítani az eljárás során, így a bűnösség erre nem terjed ki, kizárólag a közúti baleset gondatlan okozásának vétségére. Vagyis nem kell börtönbe vonulnia a balesetet okozó figyelmetlen sofőrnek. Regionális híreink következnek. Down-szindróma világnapja, a kozármesternyi labdarúgók ajándékkal készültek. Több mint 45 millió forint jogtalan haszonra tettek szert, nem fizették ki a csirkék ételárát. Nagybőjt másképp, van, aki a rossz szokásairól vagy a káros szenvedélyéről mond le. A Down-szindróma világnapjára emlékezve a vasárnapi Dorog elleni mérkőzés kezdőrugását Virt Horváth András végezte el a Pécsi Down alapítvány képviseletében. A HRM Kozár Michelin, mely anyagilag is támogatja az alapítványt, különleges ajándékkal készült. András egy a játékosok által aláírt szurkolói sálat kapott a csapattól. A HR-rend Kozár Michelin labdarúgó klub fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a boldog és teljes élet a lehető legtöbb ember számára elérhetővé váljon. A Down-szindróma világnapja március 21-ére esik, így különleges kezdőrúgója volt a legutóbbi hazai mérkőzésüknek. A Pécsi Down alapítvánnyal nekünk már volt kapcsolódásunk, próbáltunk már nekik segíteni. Innen jött az ötlet, hogy a kis Andrist, aki tényleg egy ilyen nagyon aranyos kisfiú, megkérjük, hogy végezz el a kezdőrúgást, és hogyha ettől a kis publicitástól esetleg vagy az alapítványra föl tudjuk hívni a figyelmet, vagy a világnapra, amely kapcsán biztos, hogy minden szakértő, szervezet vagy ember ad olyan információkat, hogy tudnak ők is a Down-szindrómások egy kicsit ilyen teljesebb és boldogabb életet élni, akkor azt gondolom, hogy az a minimális erőfeszítés, amit mi tettünk, az egy apróság ahhoz képest, hogy nekik az életminőségük mennyivel javulhat. A Pécsi Down alapítvány az értelmi sérült, különösen a Down-szindrómával élő emberek életvitelének elősegítése érdekében.
2007-ben jött létre. Nem csak a gyerekeket, hanem családjaikat is segítik. Kozár Michelin csapata már ismert a számunkra, nem csak anyagi támogatást kaptunk már tőlük, hanem erkölcsit is. Egyszer segítettek egy adománygyűjtő kampányban is részt venni, és hát most így külön örültünk annak, hogy akkor most is egy kicsit figyelmet kapunk, és hogy ez a kisfiú elvégezheti ezt a kezdőrúgást. A HR-rend Kozár Michelin labdarúgó klub különleges ajándékkal is készült. Andris egy a játékosok által aláírt szurkolói sálat kapott a csapattól. Több évre börtönbe kerülhet az a két elkövető, akik csirkéket rendeltek, azonban a vételárat nem fizették ki. A két vádlott a társaságuk nevében 2-től 12 millió forintig terjedő összeggel csapták be az egyes gazdasági társaságokat, és összesen több mint 45 millió forint jogtalan haszonra tettek szert. Cselekményük a jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás büntetének megállapítására alkalmas. A komlói járási ügyészség jelentős kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás büntette miatt emelt vádat két elkövetővel szemben, akik több tízezer csirkét rendeltek meg, azonban a vételárat nem fizették ki. A Budapest környéki vádlottak csirketenyésztéssel és értékesítésével foglalkozó gazdasági társaság vezetői voltak. 2019 év őszén a társaság rossz gazdasági helyzetben volt, ezért a társaság vezetői elhatározták, hogy a velük szerződő vállalkozásokat, családi gazdálkodókat megtévezték rendelésre. Során, hogy ezzel bevételhez jussanak. Két hónap alatt összesen 9 gazdasági társaság kötöttek termelői szerződést, több ezer vágás érett csirkére. A megrendelők ezeket a csirkéket leszállították, azonban a két vádlott ezt a vételárat nem fizette ki. A 9 gazdasági társaság 2 milliótól 12 millió forintig terjedő kárt szenvedett. A két elkövető, illetve a gazdasági társaságuk több mint 45 millió forint bevételre tett így szert. A társaság ellen egyébként egy komló is értettett feljelentést. Az elkövetők cselekménye a jelentős kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás büntetének megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség egyébként tett mértékes indítványt letöltendő szabadságvesztés kiszabására, amennyiben beismerik a cselekmény elkövetését. Két elkövető azonban egyelőre tagadja a vádat. A böjt vallásos gyakorlata, a bűnbánat, a megtisztulása, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba. Az egyház arra kéri a híveket, hogy ne fogyókúraként tekintsenek erre az időszakra, hanem lelki megújulásként. Napjainkban a rossz szokásoktól, a káros szenvedélyektől való tartózkodás a leggyakoribb böjtölési forma. Közeledik húsvét, mindenki másképp készül az ünnepre. Ilyenkor a keresztények böjtölnek, de a nem hívők is érzik a tavaszi megújulás fontosságát. Én személyesen nem tartom, hát a megtisztulás tavaszi, biológiai értelemben a tavaszi méregtelenítés. Hitéleti szempontból, vagy aki hívő ember, az pedig szintén valami ilyesmi. Vannak, akik hanvazó szerdán és péntekenként nem esznek húst, vannak, akik lemondanak bizonyos dolgokról, sokaknak pedig lelki megújulást jelent ez az időszak. A parancsok teljesítése hozzá tartozik ahhoz, hogy nem belekerüljek, nem is eljussak, hozzá tartozik ahhoz, hogy egy sötétségtől mentesebb valóságban élhessek. És hogyha ebben a valóságban, a parancsok teljesítésére jövén benne vagyok, Isten megígérte a hozzátartozó ajándékokat. A gyerekeknek is itt tanórán pont ezt szoktam mondani, hogy a lemondás is fontos egy nagybőjtben, de még fontosabb az, amit csinálunk. Tehát, hogy a nagybőjtünk, legalábbis az én személyes nagybőjtöm és a diákjaimnak a nagybőjtje inkább arról szóljon, hogy mi az, amit többet teszünk, többet lépünk az Isten felé, többet teszünk egymásért, többet teszünk a szeretet nevében. A böjtben az egyház arra kéri a híveket, hogy ne fogyókúraként tekintsenek erre az időszakra, hanem lelki megújulásként. Napjainkban a rossz szokásoktól, a káros szenvedélyektől való tartózkodás a leggyakoribb böjtölési forma. Olyan sok módja van a böjtnek, nem internet ezek, hanem elolvasok egy jó könyvet, kibékülök azzal, akivel eddig duzzogtam, nem beszéltem. Elmegyek meglátogatni olyanokat, akikkel rég találkoztam, vagy segítem a szegényeket egy-egy adománnyal, jó cselekedetekkel. Ez mind egy ilyen kis belső munka. A böjt az áldozatot jelent.
Hát nyilvánvaló meg kell hozzuk mindnyájan azt az áldozatot, amit lelkünk békéje megkíván önmagunk fele is, és mások fele is. A böjt vallásos gyakorlata, a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Messze még a vége, de már látszanak jelek az infláció mérséklődésére. Komoly a zavar a hazai gabonapiacon, szinte eladhatatlan a hazai termény. Közeleg a húsvét, sokan már most elkezdtek az ünnepre készülni. Baleseteztek, később meghalt, nem lehetett bebizonyítani, hogy a tragédia az ütközés miatt történt. Csütörtökön is nyugodt légköri eseményektől mentes, kellemesen enyhe tavaszi időnk lesz. A napsütést időről időre hangsúlyosabbá váló, majd vékonyodó, szakadozó felhőzet szűri zavarja. Csapadék érkezése továbbra sem valószínű, marad a száraz idő. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Honlaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!